Szóval, hogy ugye ez nem egy mai játék a Spudaman, PlayStation a Spudaman, és most jelent meg egy hónapja durván, vagy valahogy így, PC-re is. Viszont nagyon szép. Tehát, hogy azért odarakták a remastered verziót, csak elindítottam, hogy megnézem, hogy működik-e minden, meg hogy ilyesmi fut-e egyáltalán a 2070 Superrel, az RTX úgy, hogy nem szaggat, így 60 FPS-en, meg ilyesmi. Úgyhogy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű, tehát PS4-en játszottam én ezzel a játékkal. Közben csodálatos, mert látjátok, eltűnt az egér. Nagyon frankon támogatja a PS5-ös kontrollert, a DualSense-t. Én ehhez vagyok hozzászokva, hogyha ilyen jellegű játékokat játszom, mint a Spider-Man is, ugye hát ez ilyen TPS, külső nézetes. Hát ez jobb a kontrollerrel, én úgy gondolom. Szóval fotó-challenge-et nyomunk. Van egy nagyon baba fotómód ugye a játékban, ami egyébként mostanában egy minden. Minden open world játékban azért nagyon okosan bekerül, mert nagyon jó és nagyon szép. Úgyhogy olyan képeket próbálunk csinálni majd, amik nagyon szépek és jók, és látszik benne az RTX, sugárkövetés. Nézzétek meg a port a levegőben. Nagyon brutál. Látjátok, ő az új pókember arc, és ilyen Tom Holland-szerű kinézete van. Fogalmam sincs erre, miért volt szükség, hogy szerencsétlen előző arcot, akinek a... Tehát tök máshogy nézett ki a PS4-es megjelenéskor ez a karakter, azt így lehúzták a WC-n Tom Holland miatt. Hát ez brutálisan néz ki. Tehát be van kapcsolva az RTX, be van kapcsolva a DLSS, ugye ez a felbontás skálázás. Tehát az még ugye egy pluszban játszik a felbontással, meg az élességgel, hogy folyamatosan tudjon 60 FPS-t produkálni. És milyen brutálisan néz ki. Résztepek! Ahogy így... Ja, ugye? Ahogy kinéz. Elbülőrösödik a háttér, beélesednek a dolgok, amikre éppen fókuszálunk. Hogy néz ki már? Jött a számla, fizetni. Nézzétek meg a szállóport a levegőben. Nagyon durva. Amúgy ott volt egy RTX-es jelenet, azt pont mondani akartam. Az egyik fotónak a doboza, vagy a, bocsánat, az üveg rajta, az tükröződött nagyon szépen. Nézzük meg ezt a jó kis tükröződést. Hoppá! Ha baszkodj meg, öreg. Ott is van. Oda néz. Már is tükröződik a Spudaman. Ott a srác. Milyen szépen tükröződik. Minden tükröződik amúgy. Várjátok sem. Az emberek is a földön? Ó, igen. Oda néz. Integetnek, boldogok. És tudsz ilyen lazán is sétálgatni. Hello! Ha kontrollerre játszol. Ők ikrek, üdvözöllek. Mindenki tükröződik, néztek meg az egész utca. Ú, gyerekek, milyen brutál. Ott, hogy futnak át a zebrán. Nézzetek meg amúgy mennyire életű már, mi? És ez a játék 2000... Mikor? Valaki segít nekem a cseten? Mikor jelent meg az első verzió PS4-re, meg Pro-ra? 2018? Azért ez már nem mai darab, és nézzetek meg a remastered változatot, és milyen brutális. Ez nem egy remake, ez egy remastered. Inkább az RTX van rajta, szerintem megcsinálva frankon PC-re, meg ilyesmi. Bocsi, nem tartom fel itt az emberöket tovább. Nézzetek meg. Hogy felugrik a falra. Á, legjobb. Ezt nem lehet megunni egyébként. Szarok a főküldetésre. Én ezt fogom csinálni, gyerekek. 4 órán keresztül a streamben. Beszélgettünk meg így, hallgatjuk ezt az epic zenét, és... hálól engedezünk, mit szóltok? Minek ide küldetés? Nyilván kurva jól néz ki az is amúgy. Iiii! Na gyerünk, nézzük a küldit. Elég szépen fut, tehát láthatjátok, egy 2070... egy 2070 Super. A Szabi kártyája. Hello! Szavaztok! Egy 2070 Superrel fut a game most, és... azt mondja, be van kapcsolva a DLSS, ugye, ami így dobálja itt a felbontást, meg közben élesíti a képet, hogy ne nagyon vedd észre ezt. Meg be is van kapcsolva, ugye, a sugárkövetés, ami annyit tesz, hogy szimulálja a napot. A napnak a fényét, meg mindennek a fényét. A fényforrásoknak a
fényét, hogy olyan legyen, mint a való világban, ahogy ugye visszaverődik, meg tükröződik, meg minden szar csinál. És ettől sokkal életűbb a game. Nagyon brutális az élesítés egyébként. Remélem nem túl szemcsés tőle a stream. Nagyon durán néz ki a játék. Tehát amit én látok, az brutál. Spider-Man Remastered videós játékot nyomatjuk, hiszen kapott RTX támogatást, DLSS támogatást, meg DLAA, az egy újféle élsimítás, de az nekem itt a 20-etennel nem akar menni sajnos. Ezt nem tudtam bekapcsolni. Hát na, azért ez a DLSS, ez nagyon sokat segít. És észre sem veszed amúgy, hogy a felbontás ugrálna össze-vissza. Pedig biztos ugrál. Ez nem futna ilyen jól, csak simán RTX benyomásával. Szebb a játék. Egy remastered általában szebb, mint az eredeti. Határozottan szebb. Ezt tudom igazolni. Játszottam a PlayStation-os verzióval. Az nem nézett ki ennyire jól. Asztod, mekkorára nőtt? Hallott, te mit ettél? Anyád mivel etetett? Emlékszem, a Fekete Laci egyszer azt mondta, gyerekek, sose felejtem el, valami interjúban láttam gyerekkorában, mikor nem látták, akkor bement az éléskamrába. És kanállal ette a zsírt. Kened? Kanállal ette a zsírt, amikor nem látták a szülők. Ez mit evett? Ez nem zsírt evett kanállal, hanem... Nem tudom. Boom! Gyerekek, mi ez, hanem epikus? A bevillanások, a minden, nézd, hát ez... Tehát konkrétan egyébként tényleg el lehetne lenni egész nap azzal, hogy csak egy hálóhintázgatsz. De várjátok? Teszt jelleggel. Fotó üzemmód. És akkor most elmélet... Na igen, most már szabad kamera, most már tudsz... Ó, úgy is van. Hát ez hiányzott nekem. Azért baszki az, hogy körülbelül minden hajszálat látsz külön-külön. Jesus. Az meg ez ijesztő. Ne! Látszik a szűr a fülén, baszod! Úristen! Azt látjátok? What? Látszik az embernek a kis pehely szűr a fülén. Ki van szívva a szája? Figyeld! Ki van izélve? Megnyalja a száját, és gyerekek, hogy repked a maszkon keresztül, hogy bejön a levegő, az kicsípi neki a hideg levegő. Ne! Az ér a szemébe! What? Itt nyomsz egy fotómódot. Amúgy... Baszki, hogy bármikor meg tudod állítani a játékot. És befotózni az öreg Peter Parkert. Ura, jól néz ki gyerekek, ez a tükröződés, meg a fények. Az mit csinált? Na, basszus, a kombomat nem tudtam húzni. Ott a kastély. De jól néz ki. Bazeg, tud úszni az öreg? Azt figyeld! Hát nem gyorsan. Hát gyorsabban tud közlekedni hálóval a csávó. Ez mi a fasz, drón? Hú, de kurva jól néz ki! Gyerekek, amúgy mennyire rohadt jól néz ki. Nagyon jó, nagyon adom. Azt mondja, hogy fotómód. És akkor elméletileg a fénynél van olyan természetes fény. Be, intenzitás. Ott is van. Wow. És hogy lesz éjszaka? Wow. Azt figyeld, a környezet megvilágítás, hogy fel lehet túrni. Mi a hányás? Az öregnek is olyan komoly... Az öregnek is olyan komoly textúrái vannak, mint nekem? Az meg...
Nézd meg a szemöldökének a szálait. Wow. Mondjuk neki nincsen fülszőre. Peternek van? Iiii! De komoly! Getsz! Hogy a természetes fényt... Wow! Ne! Azt a kurva! Hát de hol mentem volna, baszki? Pókseg? Dumb, but I didn't think you were this dumb. You must be desperate. Whoa. Which means you're not just stealing for yourself. Olyan kibaszott látványos ez a játék. Én nagyon köszönöm a lehetőséget az Iponnak és az Nvidia-nak, hogy lehetett tolni egy ilyen kis promo streamet. Hiszen az mindig jó. Ha nem csak kenyeret kell enni, meg vizet inni. Ja, elég brutál ez a game, gyerekek, tényleg. Tehát, hogy ha ez most jelenik meg 2022-ben, és azt mondom, hogy... Ez minden pókember rajongót kiszolgál, még mindig. 100%-osan. Aztán mondom, aki eddig nem tudta megtenni a konzolok miatt, hogy nem tudott vele játszani, vagy hát, hogy nem tudott játszani vele, az most PC-vel megteheti. Ipon.hu